És elnök úr, nagyon hálásan és örömmel köszöntöm itt a mai interjúkon, és megtisztel, hogy a nagyon elfoglaltsága közepette szakított egy kis időt arra, hogy beszéljen velem és a kanadai Magyar Demokratikus Karta szóvivőjével. Nagyon örülünk, hogy itt van Kanadába. Kérem, egy kicsit meséljen arról, hogy honnan jött ez az ötlet, ez a vizit, és mi volt a célja az útjának? És először van Kanadában, vagy már volt korábban is? Igen, van egy személyes családi indítatáson, nővérem itt ért Kanadában 40 éven keresztül, úgyhogy nála voltam is kint annak idején családdal Kanadában. Gyönyörű ország, bebarangoltuk a Gaspé-félszigetet, tehát Kanadát már láttam, de hát nem ismerem, mert egy hatalmas, gyönyörű ország, úgyhogy arra nem volt lehetőségem, hogy meg is ismerjem. Ez a mostani út egy kimondottan szakmai út. A miniszterelnök hivataltól, magyar miniszterelnök hivataltól kaptam egy felkérést, hogy a miniszterelnök hivataltól jön ki egy államtitkár ide Kanadába, csinál egy körutazást, felkeres zsidó szervezeteket, felkeres különböző intézményeket, holokauszt intézményeket, beszélni fog az IRA-nak, az International Holocaust Remembrance Alliance szervezetének kanadai képviselőjével, és hogy csatlakozom ehhez az úthoz. Én a vezetőtársammal ezt végigbeszéltem, és mindenki azt mondta, hogy feltétlen tegyek eleget ennek a meghívásnak, ezért vagyok itt, és így egy elég sűrű programot teljesítünk 5 nap alatt Torontóba, Montrealba, ott tovább vagyunk. És röviden célokat elértem, mert úgy tudom, hogy holnap vége ennek az utazási, látogatási folyamatnak. Elérték a célokat? Sikeres volt az? Úgy érzik? Egy ilyen út nem feltétlenül ilyen nagyon konkrétumokban jelentkezik, de 2 dolog vonatkozásában én mindenképpen sikeresnek mondom. Egyrészt láttunk olyan dolgokat, amelyek nagyon hasznosak, hogy láttuk, mert Magyarországon is lehet belőle valamit meríteni. Láttunk kiállításokat, holokauszt kiállításokat, holokauszt narratívákat, láttunk zsidó szervezeteket, hogy hogyan működnek itt Kanadában, ugye, és hát egész Észak-Amerikában, és nem csak a zsidó, hanem minden egyházi vallási szervezet, egészen más a működési logikája, mint a kelet-közép-európai országokban működő vallási szervezeteké. Másik oldalról pedig felvettünk kapcsolatot olyan szervezetekkel, személyekkel, akikkel úgy néz ki, hogy a jövőben fogunk tudni majd együttműködni. Nagyszerű. No, egy másodpercre, még mielőtt belemegyünk a mélyebb kérdésekbe, tehát a tematikus kérdésekbe, egy kérdés az utazással kapcsolatban, ami kanadaiaknak egy kicsit furcsának tűnik, és szeretném öntől is megkérdezni. Tehát mikor a kanadai egyházi vezetők, felekezeti vezetők utaznak külföldre, akkor általában az egyház költségvetésén utaznak. Tehát itt nem szokás az, hogy a miniszterelnöki hivatal fizes. Meg is lehet állni, bocsánatot kérek. Ez is az egyház pénzéről van. Ezt akartam. Ezt a mi szervezetünk fizeti. Külön számlán vagyunk a kormányban. Ezt akartam. Mindegyik szállodát mi fizetjük. És mondjuk a vacsora meghívásokat általában a nagykövetség fizeti, de úgy gondolom, ennyi belefér. Nagyon jó. Azért kérdeztem, mivel hogy említette, hogy ezt a kezdeményezés a miniszterelnök hivatalban. Ez így van. Jött, tehát én logikusan feltételeztem, hogy hát akkor ők állják a cehet, de hogyha nem, akkor ez teljesen normális. Nos, akkor visszatérve a témára, tehát a Kanadában ugye nagyon keveset tudnak az emberek a magyar zsidóság helyzetéről, azon kívül, hogy kb. 70%-ukat a holokauszt során megsemmisítették a magyarok. Nos, vagy a Magyarország közbeni járásával, hogyha pontosabban fogalmazni. Mondaná egy pár mondatot arról, hogy hány zsidó emberét Magyarországon a holokauszt előtt, hányan vannak ma, hányan maradtak meg, és melyik a legnagyobb kihívások önnek, a mazsihisznek, mazsihisz vezetőségének, illetve a magyar zsidóságnak, mert az nem biztos, hogy egyformán látnak mindent az emberek, mindenhol vannak eltérő vélemények a vezetők, a közösségi vezetők között és a közösség között. Tehát hogy látja a kihívásokat?
Jó, akkor az elejére talán a történelemre. Magyarországon mindig egy nagyon erős és nagy zsidó közösség volt. Sok mindent adott a világ zsidóságának, meg a világnak is. A háború előtt 800 ezer zsidó volt körülbelül Magyarországon. Ebből a 800 ezer zsidóból 600 ezer elpusztult a háborúban. Ugye 430-440 ezeret Auschwitzba pusztítottak el, a többiek pedig gettókba, munkaszolgálatba, stb. Így maradt aztán ugye matematikailag 200 ezer, és a 200 ezer zsidóból nagyon sokan ugye a háború után vagy nem jöttek vissza már a gettókból, vagy visszajöttek és elmentek. Ugye nagyon sokan jöttek Kanadába egyébként a háború után, amikor már Kanada fogadta a zsidókat, ugye itt volt egy ilyen probléma a háború alatt, méghozzá egy súlyos probléma, és a jelenlegi létszámot Magyarországon körülbelül 100 ezerre becsüljük, tehát 100 ezer zsidó. Ez a 100 ezer zsidó nem homogén, ez nagyon sokszínű, tehát rengeteg irányzat van Magyarországon. A legerősebb és a legnagyobb közösség az a mi közösségünk éppen, ez a Mazsihisz, ez egy federáció, ez egy szövetség, aminek keretein belül működik az egyébként önálló ortodoxia, és nagyon sok neológ közösség. Ez a neológia, ez egy magyar sajátosság, és ezt oda lehet valahol pakolni a konzervatív mozgalmak környékére, mert nagyon hasonló hozzá. Tehát akkor egyrészt ez a szervezet van, önállóan működik az ortodoxia, az a második szervezet, van egy habad mozgalom Magyarországon 15 évre, és azon kívül két reform mozgalom. Tehát 5 felekezet van Magyarországon, ebből az 5 felekezetből 3 államilag is elismert bejegyzett egyházként működik, ennek vannak különböző adózási és működési támogatási előnyei, és a két reform közösség az, amelyet nem ismert el a magyar állam, akik aztán be is perelték, a magyar állam Strasbourgban meg is nyerték ezt a pert, úgyhogy most a mozgásban van az egész. Költségvetésileg, ha már ide a szervezeteknél tartunk, Kanadában is szokás például az, hogy az állam támogatja például a környezetvédőket, igen, akik mostorozzák a kormányt folyamatosan, és ezt a kormány nem veszi rossz néven. Ez benne van a pakliba. Tehát a civil társadalmat, a civil szervezeteket, amelyek netán és gyakran ellenséges, vagy támadó, vagy kritikus álláspontot képviselnek a hatalommal szemben, finanszírozza a kormány, és nem próbálja elhallgattatni őket, vagy esetleg anyagilag megfojtani. Mi a helyzet Magyarországon? Például a Mazsihisznek a költségvetésébe hány százalék állami támogatás? Ugye egyrészt itt Kanadában, amikor most körülnéztünk, és voltunk Torontóban egy zsidó közösség, egy zsinagógában, és ott beszélgettünk a rabival, a helyi emberekkel, vezetőkkel, hogy hogyan működik. Hát ugye a saját közösség saját magát fenntartja. Régen Magyarországon is így volt, ez az egészséges dolog. De ugye itt a háború után itt sok betegség támadta meg a közösséget, hát ugye elpusztítottak 600 ezer ember, másik a maradék fele az kiment részben, 45-ben, részben 56-ban, előbb ezt elfelejtettem mondani, ugye nagyon sok 56-os menekült van itt Kanadában is. És ma ezért Magyarországon az egyházak, és nem csak a zsidó felekezetről beszélek, egészen másképp működnek. Mi átvilágítottuk a saját közösségünket, a gazdálkodását, és ilyen durva számokat fogok mondani. 3 fő forrásunk van, és ezek egyike sem olyan, mint régen a kommunista rendszerben, hogy egyházi támogatás. Ugye az egyházi támogatás az borzasztó rossz volt, mert ugye az állam azt mondta, hogy támogatlak, és amikor nyújtál érte, akkor elhúzta, ha valami megköszön, az egy fürdő pozíció volt. Ez a mostani nem olyan egészséges, mint a kanadai rendszer, ugye, ahol a közösség eltartja, de ma már nem olyan erős a függőség. Elmondom, hogy hogyan van. 3 forrásunk van, ebből az egyik az úgynevezett normatív támogatások. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van egy egyébként szerintem nagyon jó törvény, hogy ha bármelyik szervezet közfeladatokat lát el, a közfeladatok alatt kell érteni iskolát üzemeltet, óvodát, egyetemet, kórházat, szociális otthont, akkor az ott lévő tanulók, diákok, ápoltak után az állam, függetlenül, hogy ki a tulajdonos, ha állami tulajdonú a kórház, akkor is, ha önkormányzati, akkor is, ha egyházi tulajdonú, akkor is, ugyanazt a normatív támogatást adja per fő. Ez a normatív támogatás, mivel a mi
szervezetünknek nagyon komoly intézményi hálózata van, tehát amiket mondtam, az mind megvan, óvoda, iskola, egyetem, kórház, szociális otthon, stb. Kapunk normatív támogatást mindegyikre. Ez az mi árbevételünknek, vagy a budgetünknek körülbelül az egyharmada. Államtól kapjuk, de nem függőség, nem igazi függőség, hiszen egy törvény szabályozza ezt a rendszert. A második egyharmad az kapcsolódik a kommunista, a régi kommunista rendszerhez, ugye az egyházaktól, felekezetektől jogtalanul elvettek ingatlanokat. A rendszerváltás után akkor kaptak ajánlatot a történelminek mondott egyházak, ugye katolikus, evangélikus, református, zsidó, hogy visszakaphatjátok az ingatlanaitokat, hiszen jogtalanul elvették. Most ez így szépen hangzik, de hát különösen a zsidóságnál, de a többi egyháznál is. Mondjuk, de akkor menjünk a zsidókhoz. Gyakorlatilag a régi intézményhálózatot ezzel a csökkent létszámmal, ugye hát nincsenek itten nagyon sokan, mert hogy Auschwitzban maradtak, meg Birkenauban, meg nem tudom, hogy gyakorlatilag a régi intézményhálózatot nem tudjuk mi üzemeltetni, mert nincs bele emberünk gyakorlatilag. Ezért aztán az állammal meg lehetett úgy állapodni, hogy amit visszakértünk, azt visszakaptuk, és amit nem, azt betettük egy úgynevezett járadék alapba, hiszen az a miénk lenne, jogtalanul vették el, de azt mondtuk, hogy de használja az állam, tessék nyugodtan használni, és utána mi kapunk úgynevezett járadékot, mint egy bérleti díj. Tehát ez megint egy nagyon, tehát abszolút függő az államtól, hiszen onnan kapjuk, de ennek megint van egy szerződéses alapja. És ez jön is egyébként minden évben, ez a árbevételeinknek a másik harmada. A harmadik harmada, durva számokat mondok, az viszont a saját árbevétel. Ez egy nagyon jó tendencia, mert korábban nem volt ez ilyen meghatározó. A saját árbevétel, az a turizmus, ugye gyönyörű zsinagógáink vannak, ott van a Budapesten a Dohány utcai zsinagóga, Európa legnagyobb zsinagógája, ott van a zsidó múzeumunk, a levéltárunk, vannak óvodáink, ahol szintén van árbevétel, vannak kosher élelmiszer, szintén van árbevétel. Ez a saját árbevétel, ami abszolút független már, tehát csak a működésünktől függ, ez a saját árbevétel mondjuk a másik harmad. Értem. És persze ezek nem 33%-ok mind, ugye, hogy jön a 100%-ok, marad még valamennyi, az mondjuk adományozás, de ez az egyik legnagyobb kihívás, mert ez is volt a kérdése, hogy ennek az adományozási, a fundraising kultúrát, a 40 év régi rendszer, kommunista rendszer, az teljesen megölte. Tehát ennek ma annyira nincsen gyakorlata és hagyománya, és olyan nehéz ebbe előre lépni, de teszünk érte és próbálkozunk. Jó célokkal esetenként, jó projektekkel lehet, de borzasztó nehéz. És az az automatizmus, ami Kanadában meg létezik a civil szférában, hogy adományozni kell bizonyos célokra, az Magyarországon nincsen sajnos. Nagyszerű. No, akkor visszatérek egy pillanatra arra a számra, a 100 000 megmaradt. Igen. Túlélő. Ugye tudjuk, mert a nyilvánosság előtt ismertek az adatok, hogy az Orbán kormány időszak alatt, megválasztása óta a legnagyobb népvándorlás jött létre Magyarországról nyugatra. Tehát majdnem 600 000 magyar ember utazott ki Magyarországról, ami durván 8%-a a magyar lakosságnak. Ez a legnagyobb kivándorlás, nem biztos, hogy permanens, nem biztos, hogy végletes, de a legnagyobb kivándorlás az első világháború óta, úgy év alatt. Na most a kérdésem az, hogy a zsidó közösség létszámát illetően mit lehet tudni? Tehát az a 100 000 túlélő, annak hány százaléka egyrészt jelezte, hogy távozni szeretne, vagy egyrészt már el is ment, vagy készülődik. Azt tudjuk azt a közvéleménykutatásokból, hogy a magyar fiatalság, tehát a 21-30 év korbelieknek kb. 50%-a azt jelezte felmérésekbe, és elfogadott felmérésekben, hogy 50%-uk külföldre szerette menni. Tehát ezek riasztó adatok. Mi a helyzet a zsidó közösségbe e téren?
Nem végeztünk külön felmérést erről a zsidó közösségbe, de megvannak a tapasztalataink. Azt mindenképpen előre szeretném bocsátni, hogy a magyarországi zsidóság az sose volt nagy affinitással az aliázással, az Izraelbe való kivándorlás iránt. Uh-huh. Tehát mindig volt alia, most is van, de ez hát kivéve persze 45 után meg 56-ban, uh-huh. azon kívül erős alia az nem volt a rendszerváltás után sem Magyarországról. Tehát a magyarországi zsidók azok, ez tényleg egy különleges kapocs mindenképpen, de rendkívül szorosan kötődnek Magyarországhoz, a magyar kultúrához, a magyar tájhoz, az emberekhez. Amiről beszélt most ön, az szerintem nem specifikus zsidókra, nem zsidókra. Ez egy országos jelenség, egy nagyon, nagyon veszélyes jelenség valóban az egész gazdaságra és az ország jövőjére vonatkozóan is, és alapvetően gazdasági motiváltságú ez. Tehát meg vagyok győződve, hogy ez a fajta elvándorlás, ez nem politikailag motivált, hanem gazdaságilag motivált. Hát hisz a kormány azt hirdeti, első naptól kezdve, hogy Magyarország jobban teljesít, tehát Magyarország Európa sikerszorija. Hogy lehet, hogy akkor 600 ezer ember elmegy egy ilyen sikeres országból? A fiataloknak rendkívül nehéz a álláskeresés, a megélhetés, a lakhatáshoz való lehetőségük. Úgyhogy Magyarországon ilyen vonatkozásban nagyon nehéz a gazdasági helyzet. Hát ez, azt hiszem, hogy akik követik a gazdasági helyzetet, mint ön is, ezt látják, és természetesen abban is egyetértek, hogy ez egy gazdasági, gazdasági megfontolás, de itt csupán arra szerettem volna rámutatni, hogy van egy retorika, egy hivatalos retorika, amely azt állítja, hogy nagyon jól teljesít a magyar gazdaság, nincs semmi probléma, sokkal jobban teljesít, mint teljesített, és ezzel szemben azt látjuk, hogy sokkal többen hagyják el az országot, igen, mint előtte. Nos, de hagyjuk ezt a témát. Szeretnénk egy kicsit a mai pillanatokba beletekinteni, és ugye idén van a 70. évfordulója a Auschwitz felszabadításának. Így van. Ez egy nagyon fontos év, hogy megemlékezzünk az áldozatokról, és megemlékezzünk mindarról, ami akkor történt, és odafigyeljünk, hogy az a fajta helyzet, ami kialakult például Magyarországon, az ne ismétlődhetjen meg. Tehát az egy fajta gyűlölet, ami a gyökere volt a zsidók elpusztításának, az ki legyen írtva. Nos, van az IHRA, amire ön is utalhat, az IHRA, az International Holocaust Remembrance Alliance, amelynek Magyarország nagyon lagymatag tagja volt éveken keresztül, és aztán főleg külső kritikákra reagálva, például Eli Wiesel visszaadta az Orbán kormánynak a kitüntetéseit, vagy vagy kritikák, amelyek megfogalmazottak a Simon Wiesenthal Center részéről, úgy döntött a kormány, hogy ennek az IHRA-nak pont a 70. évforduló évben szeretne az elnöke lenni. Nos, hát itt vagyunk a 70. évfordulóban, és nagyon sok szép és érdekes dolog történik itt Kanadában, a környezetünkben, amelyet a magyar kormány és a magyar kormány helyi képviselője, Ódor Bálint, rendez és szervez. A probléma az, hogy egyre több embernek böki a szemét az, hogy amit a magyar kormány odahaza gyakorol, az nem egyezik meg azzal, amelyet külföldön prédikál. Nevezetesen, nem mondok csak egy-két példát, amiről biztos ön tud, miközben itt klezmer koncerteket finanszíroz a Zsidó Múzeum igazgatójának szervez kiállításokat, hogy soroljam szép és értékes cselekedeteit, odahaza költségvetési pénzből Homan Bálintnak szobrot állítanak. Ide jött Kanadába például a 70. évforduló alkalmával Szakály Sándor, május 31-én, és azokkal a tisztekkel ünnepelt, akik feltartották Auschwitznak a felszabadítását, akik meghosszabbították, hozzájárultak ahhoz, hogy a II. Világháború tovább tartson. Hogy lehet, hogy engedheti meg a miniszterelnöki hivatal, hogy ide küld Kanadába ezekkel az emberekkel ünnepelni, és effektíve megcsúfolni az áldozatok fájdalmát,
miközben az IHRA elnöke. Hogy lehet ez, mi ez, a, ez az összeférhetetlenség? Ön mit érez, amikor ilyeneket hall, és a kritikákat hallja? Jó. Úgy gondolom, hogy nekünk mindig meg kell próbálni hikatta reagálni a dolgokra, és úgy szoktunk reagálni. Azzal együtt próbálunk esetenként kőkeményen, és mindig következetesen reagálni. Én egy dolgot szeretnék mindenek előtt azért elmondani, szóval ez fontos. És akkor utána majd a részletekre, hogyha érjek már. Hogy a Mazsihiszami Szövetségünk, ugye ez a legnagyobb zsidó szervezet Magyarországon, ez alapvetően egy érdekvédelmi szervezet. És mint érdekvédelmi szervezetnek az a feladata, hogy a magyarországi zsidóság érdekeit, a magyarországi zsidóság fejlődését, továbbélését biztosítsa. Ezt azért mondtam el, mert nagyon sokan elvárják tőlünk, hogy mi azért, mert nagyon sokszor, vagy esetenként a kormánnyal szembe megyünk, más véleményünk van, és ezt következetesen gyakoroljuk, nagyon sokan elvárják tőlünk, hogy egyfajta ellenzéki szerepet vállaljunk. És én ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem, nekünk nem ez a feladatunk. Nekünk az érdekvédelem a feladatunk, és ha tudunk, akkor lehetőség szerint kooperálnunk kell, konszenzusokat kell keresnünk a mindenkori hatalommal, most az Orbán kormánnyal, és vannak kérdések, amikben viszont nem szabad nekünk semmiféle engedményt tenni. Most ezért két felé kell választani, és gyakorlatilag a kormánynak is van egy ilyen kétarcúsága. Egyrészt el tudok mondani rengeteg olyan pozitív dolgot a magyar kormányról, ami Európában is a zsidó vonatkozásban egészen kiváló. Tehát el tudom mondani, hogy a mi miniszterelnökünk, Orbán Viktor, egy remek beszédet tartott a zsidó világkongresszuson, zéró toleranciáról beszélt az antiszemitizmus ellen. A beszéd hibátlan volt. Beszédről beszélek. Igen. Pontosan erre akartam célozni, hogy Orbán Viktor arról is híres, hogy kijelentette, hogy én arra figyeljünk, hogy mit mondok, hanem arra, hogy mit csinálok. Igen. És itt van az összeférhetetlenség, itt van az, ami böki a szemünket, hogy olyan dolgokat csinál, ami nem fér össze azzal, amit mond. Én teljesen elfogadom, és hogy nem működne együtt a kormánnyal. Muszáj együttműködni a kormánnyal, de arra vagyok kíváncsi, hogy mit érez ön, mint a Mazsihisz elnöke, mit érez akkor, amikor ilyen jelenségekkel találkozik? Mert ezek nagyon furcsák. Itt Kanadában például, hogy a kanadai miniszterelnöknek az országos, hát nincs is olyan, hogy egy nemzeti történésze a miniszterelnök hivatalában, Magyarországon van ez a furcsa dolog, hogy elmegy egy másik országba, és azokkal ünnepel, akik a zsidóság elleni gyűlöletet szították, úgy ki lenne rúgva a helyéről, mint a sic, a lába se érné a földet. Most Magyarországon ez mindennapi esemény. Hogy lehet ez? Tehát mit érez ilyenkor? Mert mi itt Kanadában ezt nem értjük, és fel vagyunk háborodva. Nem lehet egyetlen egy kivételt se tenni a gyűlölet irányába. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Tehát csak hogy befejezzem, tehát nagyon szép beszédek voltak, Orbán Viktort említettem, utána mondhatom a Lázár Jánost is, Párizsban, UNESCO konferencián prima beszédet mondott, pazart, a Magyarország felelősségéről beszélt, a magyarországi zsidók, a magyar nemzet része is, tehát minden, Navracsics, mint miniszterelnök helyettes a parlamentben, tomatos konferencián, és azóta is a magyar kormánynak a tagjának a beszédei, azok hibátlanok, vagy általában hibátlanok. Nem csak beszédek vannak tettek is. Most a pozitívval indítottam, el fog jutni a kérdéshez, jó? Csak én úgy gondolom, mind a két oldalt kell látni. Tettekben is a magyar kormány elindított néhány olyan projektet, amelyik hát, tényleg akár példaértékűnek is mondható. Egyrészt azokat a zsinagógákat, amelyeket a mi közösségünk képtelen felújítani, mert messze meghaladja a budgetünket, tehát nem a mi nagyságrendünk. Most indítottak egy zsinagóga felújítási programot, ahol Budapesten a Rumbak utcai zsinagógát megmentik, Szegeden a Európa egyik legszebb zsinagógáját rendbehozzák. Ezek milliárdos programok forintba, úgyhogy ezek nagyon komoly programok. Miskolcon van az utolsó nagy működő ortodox zsinagóga vidéken, azért most éppen össze akar dűlni, mert megsüllyedt, szintén azt is megmenti,
elindítottak egy programot a kormány, amelyik az 1600 darab zsidó temetőnek a megmentése érdekében indul. Ez 1600 olyan temető, amelyiknek nincs gazdája, igen, mert a gazdák kimaradtak Auschwitzba. Ez is egy nagyon pozitív. Tehát van egy csomó pozitív aktivitás is. Ami a problémánk mindig, az az emlékezetpolitika és az azon belüli aktivitás. És ugye ezen a területen mi mindig konfliktusba keveredünk a kormánnyal, a mindenkori hatalommal, és pontosan azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy emlékezetpolitikába, a történelem hitelességébe, a holokauszt feldolgozásába, abba semmiféle kompromisszumot nem tudunk elviselni. Tehát abba iszonyú merevek vagyunk mi, ott velünk nem lehet tárgyalni róla. Tehát ott a 600 ezer mártír az azt követeli meg, hogy ezt csak a leghitelesebben és csak a valóságnak megfelelően tárgyaljuk. Az összes többi témában, zsinagoga felújításnál, hogy mostan hogy újítjuk be, ez mindegy egy dialógus, és egy kompromisszumot el lehet érni, hogyha mind a két fél valami jót akar. Ebben a kérdésben nem ismerünk semmiféle kompromisszumot, és hát ezért volt egy nagyon komoly konfliktusunk a kormánnyal, ami tavaly szeptemberben valamilyen szinten feloldódott, mert addig ez a konfliktus odáig fajult, ugye, hát talán ismeri az előzményeket, hogy definiáltuk, vagy deklaráltuk, hogy nem fogunk együtt megemlékezni a kormánnyal a 70 éves évfordulóról, és ez így történt, és definiáltuk azt is, és megtettük, hogy visszaadtuk azokat a pénzeket, amelyeket a megemlékezésre külön kaptunk a kormánytól, a Mazsihiszről beszélek, a mi szervezetünkről, ezt is megtettük, és azért ez nem egy jellemző működési modell, hogy a kormánynak adjon vissza pénzt bármilyen civil szervezet, nagyon szokatlan. Ez egy nagyon-nagyon erős jelzés volt. Erre felfigyelt mindenki. A világ is felfigyelt, a kormány is felfigyelt mindenki. Fél évig gyakorlatilag volt egy ilyen csend a kormány és a mi szervezetünk között, nem nagyon volt kapcsolat, és fél év után a kormány deklarálta egy kerekasztalon, ahol a kormánnyal leültünk, hogy ők változtatni szeretnének azon az attitűdön, amit eddig gyakoroltak, és a konfliktustól szeretnék váltani kooperációval és konszenzus kereséssel. És ez most így is van, még egyszer mondom, minden egyéb témában. Van egy téma, ami nekünk szent, érintetetlen, és ez a holokauszt, és ez a történelmi feldolgozás. És hát azóta is, hogy nagyon sok területen, ugye amiket mondtam, temető, meg zsinagoga felújítás, szociális otthon, szociális háló, kooperálunk a kormánnyal, jó a kooperáció a kormánnyal, emellett ott vannak a konfliktusaink, amik sajnos újra termelődnek, mert mindig jön egy újabb ilyen meglepetés számunkra, hát amit mondott, mondjuk a hóvállalkozásokon. No, akkor egy kicsit csavarnék egyet. Tehát ugye a konfliktus forrása, hogy elnök úr fogalmazott, az emlékezett politika. Ez nekünk továbbra is, tehát itt mondjuk azt, hogy a kanadai közvélemény, kanadai diskurzus, társadalmi diskurzus szempontból érthetetlen, mert amit mi látunk, az nem emlékezett politikai probléma, hanem cselekvési probléma és kultúra, oktatás, fejlesztési állásfoglalás. A Fidesz kormány megszavazta annak az pártnak a képviselőjét a Magyar Parlamenti Kulturális és Oktatási Bizottság elnökévé, aki a Magyar Neonáci Pártnak a tagja. Dura, akinek a férje, elők Novád, és ők szavaival élve, amit a Vízcentrál központ felhozott, holokauszt tagadók. Nem lehetett volna ennek az embernek a bizottság élére kerülni, hogyha a Fidesz tagjai nem szavazzák meg. Egy. Kettő. Ugye az, hogy idejön most a napokba Szakály Sándor újfent kormányzati pénzen, vagy hogyha magánúton utazik, akkor el kéne távolítani a székéből, olyan politikát és olyan irányvonalakat terjeszteni, amelyek ellentétesek a nyugati, a transatlanti szövetség elveivel, nem beszélve azokkal az elvekkel, amelyek a megbékélés és az együttélés és a tisztelet a kisebbségek iránt
megkövetel. Most beszéljük a muzulmán kisebbségekről, vagy a roma kisebbségekről, vagy a zsidók esetében. Tehát mi nem, ezt mi nem megemlékezés, hogy is mondta a kifejezés? Megemlékezés politikának, hanem aktuális napi politikának tekintjük. Abba kell hagyni azoknak az embereknek a támogatását, szimbolikusan vagy anyagilag, akik a zsidóság ellen, a kisebbségek ellen, a multikulturalizmus ellen prédikálnak. És ezt nem látjuk. Ez nem visszamenő politika, hanem a jövőben az újabb generáció tudatformálásának a politikája, és itt látjuk a problémát. Persze, hogy van probléma azzal, hogy az emlékeit, nem fordítunk elő tiszteletet a megkínzottak felé, de a jövő generációk felé nem véletlen, hogy az antiszemitizmus Magyarországon gyorsabban növekedett az Orbán kormány alatt, mint bárhol Európában. Nem azt mondom, hogy a legmagasabb, de a növekedési rátája az EDL szerint, a Wiesenthal Center felmérései szerint, az Európai Unió felmérése szerint a növekedés, az antiszemitizmus növekedése a leggyorsabb volt egész Európában, miután Orbán Viktor hatalomra került. Tehát vannak összefüggése. Nem véletlen az, hogy ugye Orbán Viktor Csurka István temetésére egy óriási koszorút küldött, és kiküldte a fél kabinetjét, miközben ennek az embernek csak rossz szavai voltak a zsidóság felé. Tehát ez jövő politika, nem megemlékezés politika, és itt kéne valamit tenni. Mi ezen dolgozunk, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét arra, hogy nem a múlttal van a probléma, hanem a jövővel. A múlttal is. Figyelj, de ez nagyon nehéz, amit mond, mert amiről beszélt, Ez igazi politika, igen. Esetleg itt igazi pártpolitika. Nem kéne annak lenni, ugye? Igen. Az pontosan az a terület, amire én mindig azt szoktam mondani, amióta elnök vagyok, előtte is csak elnökként, hogy nekünk pártpolitizálni nem szabad a mi szervezetünk. Nagyon helyes. Tehát nekünk helyes. Csak értékek szerint helyes. Szabad helyes. Politizálni. Helyes. De hát itt csak nagyon sok érték helyes. Dolgot említett, és helyes. És azokra mindenképp oda kell figyelni. Azért úgy gondolom, hogy Magyarországon ezeket a kérdéseket egy erős baloldalnak kellene felvetnie, és egy erős baloldalnak kellene ezeknek a kérdéseknek. Itt a jobb oldal veti fel. De annak kellene ebben vitatkozni és dialógusban lenni. Nincs ma Magyarországon baloldal. Mi van? Ugye van Magyarországon nagyon erős kormánypárt, és van mellette egy rendkívül erős szélsőjobboldali párt. Most ezekben az emlékezett politikai kérdésekben én úgy gondolom, hogy nagyon erősen motiválja sokszor a kormánypártot az, hogy egy kompetícióban, egy versenyben van az erős szélsőjobboldallal, és az elképzelések szerint szavazatokat ők onnan tudnak alapvetően nyerni. Igen. Tehát ezek az emlékezett politikai torzulások, igen. amik vannak, igen. Azok ilyen lefordítva sokszor ilyen praktikus politikai mezőre szavazatszerzéseké mennek. De nekünk teljesen mindegy, hogy miért megy, és bennünket ez a motiváció, tehát ez a politikai motiváció nem kell, hogy érdekeljen. Minket csak az érték motiváció érdekel, és erre mondtuk, hogy emlékezett politikában mi nem tudunk kompromisszumot. Még akkor sem, hogyha ezzel a kormánypárta a szélső jobb oldalról szavazatokat veszel. Tehát ebben nekünk nincs ilyen motivációs és ilyen meggondolás. Nagyszerű. No, még egy, ez kicsit ide tartozó kérdés, mert kíváncsi lennék, hogy ön hogy érzi ezt, mint a magyar zsidóságnak az egyik legfontosabb vezetője. Ugye, hogy nemrég itt a legnagyobb kanadai napilapban a Magyarország nagykövete azt jelentette ki, hogy a zsidóság iránti affinitás az a magyar nép DNA-nak a szerves része, tehát a zsidóság iránti affinitás, a holokauszt iránti áldozatok iránti tisztelet, az nem csak a sarokköve a magyar kormánynak, tehát az Orbán kormánynak, hanem ez szerves része a magyar emberek
identitás tudatának, a magyarság tudatnak. Nos, ugye hát tudjuk, hogy 460 ezer vagy 500 ezeret a magyarságnak köszönhetően és tudatlanságának köszönhetően kiirtottak, de ön mit érez, amikor ilyet hall, hogy növekszik Magyarországon az antiszemitizmus, ezek a problémák, amiket említettem, és akkor egy ilyen kijelentés, hogy ez a mi vérünkben van a zsidók iránti szerte, mit jelent ez? Ez a növekszik az antiszemitizmus, ez is egy finomabb megközelítést igényel szerintem, mert mi csinálunk egy saját monitoringot. Igen. Nem a kormány fizeti saját erőforrásokból, tehát ez egy független monitoring antiszemita jelenségekre. És a monitoringunk azt mutatja, hogy az elmúlt 3 évben, de most erre emlékszem így, nem volt érdemi elmozdulás. Igen. Sőt, tavaly még egy picit csökkent is az idén első fél évben még csökkent is azon antiszemita incidensek száma, amelyeket a monitoringunk jelez. Tehát, hogy mondta az Indiát meg a Simon Wiesenthal központot, hogy ők nagyon erős növekedést tapasztaltak, a mi monitoringunk nem jelzett erős növekedést, pillanat. Viszont az antiszemita megnyilvánulásoknak az intenzitása, vagy mondjuk úgy a társadalom tolerancia szintje, az egyre magasabban emelkedik. Tehát lehet, hogy a Wiesenthalék erre utaltak. Nem a darabszám, nem az események száma, hanem az intenzitás és a tolerancia egyre magasabb remeket, nagyon veszélyes jelenség, és ezért nem szabad nekünk elmenni, és ezért mi amikor lehet, és amikor úgy gondoljuk, hogy kell is, akkor mi ezek ellen a jelenség ellen fellépünk. Hát ugye az egyik módja a tiltakozás, de ez a legkevésbé hatékony, hozzáteszem. Sokkal hatékonyabb az oktatás, ha elmegyünk, ha kinyitjuk a zsinagógáinkat, ha megmutatjuk a kultúránkat, stb. Tehát ez ellen mi nagyon sokat próbálunk tenni a magyar társadalom. Ebben semmi vitánk nincs, egyformán látjuk szerintem a dolgokat. Ugye mi azt látjuk innen, és hát önök is bizonyára, hogy a legerősebb ellenzéki párt Magyarországon ma már, és ennek a pártnak a népszerűsége növekszik. Egy olyan párt, amely kimondottan a Jobbik. Ja, hogy a Jobbik, amely saját bevallása szerint nem demokratikus párt, és a kisebbségek, a zsidó és a roma kisebbségek ellen uszi, és szövetségben van olyan csoportokkal, militáns csoportokkal, amelyek Hitlerre esküsznek fel, és így tovább. Tehát a Jobbik népszerűségének a növekedése az is egy indikátor, egy jellemzője annak, hogy valami történik Magyarországon, ami nem a zsidóság és a kisebbségek elleni toleranciának a jelképe, hanem pontosan annak a fordítottja. De azt hiszem, hogy ezt megbeszéltük, és én teljesen egyetértek azzal, hogy a Mazsihisznek nem az a dolga, hogy párpolitizáljon, hanem az, hogy a hívők életét, sorsát védje és ápolja. Feltennék még egy utolsó kérdést, ami most a legújabb migrációval kapcsolatos, Szíriából, közel-keletről, és amelyel szembe a jelenlegi kormány nagyon, hogy is mondjam, erősen lépett fel, markánsan erősen lépett fel, kerítéssel, és nem csak tettekkel, hanem szavakkal is, hogy Magyarország már pedig az Orbán rezsim alatt nem fogja hozzájárulni ahhoz, hogy itt a keresztény, fehér struktúrája, felépítése a magyar társadalomnak megváltozzék, és nem fog beengedni muzulmánokat. Ami számunkra ijesztő, az nem csupán az, hogy teljesen ellentmond azoknak az értékeknek, amelyek itt Kanadában vannak, de hát ez még nem annyira problematikus, de úgy látjuk, hogy arra használja ezt a muzulmán ellenes kiállást a kormány, hogy megint valamiféleképpen ne ragudjon, hogy ilyen kemény szót, kifejezést használok, hogy átverje a saját kisebbségeit. Mert úgy adja el a magyar zsidóságnak és a roma polgároknak ezt a lépését, hogy ezzel őket védi. Tehát ha nem lesz muzulmán, nem jönnek be muzulmánok Magyarországra, akkor nyugodtak lehetnek a magyar zsidók. Ha nem jönnek be muzulmánok Magyarországra, nyugodtak lehetnek a romák, mert nem fogják az állásukat elvenni. Miközben ugye én, ha
most Magyarországon élnék, és azt látnám, hogy Homadbánynak állítanak egy szobrot, költségvetési pénzből, nem lennék annyira nyugodt. Tehát ez a migrációs politika, ez mindenkinek böki a szemét, az Európai Unióba is, itt is, a sajtóba is, hogy mi történik itt. És most jön ide megint Szakály Sándor történész úr a Napokba, és arról fog prédikálni itt Torontóba, hogy a muzulmánok Európát tönkre fogják tenni. És ez ellen védekezni kell, mert vége lesz Európának. Miközben Kanada pedig 25 ezeret fog befogadni januárba, és nem azt prédikálja, hogy a muzulmánok, akikből kb. 1 millió él itt Kanadában, békésen, beolvadva tisztelik Kanada értékeit, nem azt prédikálja, hogy ezek az emberek tönkre fognak minket tenni, hanem azt, hogy fogadjuk őket bizalommal, és adjuk meg a lehetőséget, hogy végre ők is szabadon, szekuláris módon, szekularizálva részei lehessenek ennek a társadalomnak. Magyarországon pont az ellenkező a retorika a kormány részéről. Nagyon fontos és izgalmas a kérdés maga meg a tárgy is, de ha megengedi, még az előző kérdésnél egyrészre hagy válaszoljak, mert okay. az kimaradt és az nagyon fontos. Yeah. Ugye kérdezte, hogy hogy tudunk mi élni és hogy milyen érzéseink vannak akkor, amikor emlékezett politikai viták vannak Magyarországon, és ugye külön emlékeztünk meg a kormánnyal. Hogyha hiteles képet akarunk adni, és azért ez fontos, tehát hogy sose csak egy oldalát nézzük a dolgoknak, ugye itten a kormánnyal kapcsolatban, és amikor beszélgetünk, mondtam, rengeteg pozitív gesztus van, rengeteg pozitív aktivitás van, és vannak a hiányosok is a problémák. Magyarország a 70 éves évfordulóról, a holokauszt 70 éves évfordulójáról, Magyarország emelkedettel emlékezett meg tavaly. Tehát én jártam, mert ugye mi azt mondtuk, hogy a kormánnyal közösen nem kívánunk megemlékezni, ez így is történt, de az önkormányzatok, a vidéki városok, a pesti kerületek, a különböző intézmények elképesztő, hogy hogyan emlékeztek meg a 70 éves évfordulóról. Olyan kiállítások jöttek létre, olyan konferenciák voltak, olyan beszédek, írások születtek, amelyek igazi értékalkotóak, és ez közösen a zsidók és a nem zsidók. És ez függetlenül volt, ennek külön örültünk egyébként attól, hogy most melyik önkormányzat milyen párthoz tartozik. Ugye Magyarországon 80%-ban egyébként a kormánypárthoz tartoznak az önkormányzatok, de mindenhol, és most nem fogom megmondani, hogy melyik önkormányzat, mert nem akarok nekik rosszat, de volt egy önkormányzat, például, csak példaként mondom, ahol a zsidó közösség és az önkormányzat közösen pályázott valamire, egy nagyon szép kiállításra, bemutatóra, a régi zsidó életről, stb. Értékekről. Majd ez a zsidó szervezet csatlakozott hozzánk, és ő is visszaadta a pénzt. És mondta az önkormányzatnak, hogy sorry, nem tudunk részt venni vele, mert hogy nincs pénzünk, amit kaptunk a kormánytól, visszaadtuk nekik tiltakozásul. És az egyébként erős fideszes önkormányzat és a vezetője egy nap gondolkodás után az asztalra csapott, és azt mondta, akkor is megcsináljuk. És kifizette az egészet, és csináltak egy olyan kiállítást, amit bárhol a világon be lehet mutatni. Tehát, hogy nagyon sok érték képződött a 70 éves évforduló kapcsán, és ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy Magyarország jó vizsgázott. Volt egy konfliktus a kormánnyal, stb., de Magyarország ebben jó vizsgázott, és ezt jó, ha tudják Kanadában is. Tehát, hogy nem igaz, hogy mi csak gyűlöletet találkozunk. Tehát ezt nem lehet elmondani. Én sem mondom. Nem, csak nem is szabad. Ez igen, fontos, hogy kihangsúlyozunk. Én sem mondom, de nem is szabad. Igen. Hát azt hiszem, hogy mi... A mi esetünkben, tehát a kanadai Magyar Demokratikus Igen. Karta esetében, ugye mi egy civil szervezet, pártan kívüli pártpolitikától semleges szervezet vagyunk, és mi minden civil szervezetnek, ami valamiféleképpen a közélet javításával foglalkozik, nekünk nem az a dolgunk természetesen, hogy az erényekre tegyük a hangsúlyt, tehát azokra a jogos, jó lépésekre, amelyeket az Orbán kormány elkövetett, hanem a hibákra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy vannak még dolgok, amiket meg kellene oldani, és ezt kérjük szépen, ne úgy kezelje a kormány, hogy hazaárulás, ne úgy kezelje, hogy valamiféle hazudozás, hanem pozitív jelzés feléjük, hogy jobb teljesítést várunk. Sajnos ez nem így történik. Én esetemben, én például a kanadai magyar
követségről ki vagyok tiltva, velem nem áll szóba a Magyarország-Kanadai nagykövete, nem hajlandó dialógust folytatni, mert kritikus dolgokat mondok, miközben én is elismerem önnel együtt, hogy nagyon sok pozitív dolog történt a megemlékezési évben, nagyon szép kiállítások jöttek létre itt Kanadában is, de oda kell jobban figyelni arra, hogy mi történik ez alatt és e közben, amely nagyon-nagyon veszélyes és nem helyes. Tehát, amit korábban is említettem, hogyha a Kanada miniszterelnökének az egyik legfontosabb embere elmenne külföldre, és az Auschwitz felszabadítását hátráltató katonákkal ünnepelne, a miniszterelnök repülne a székéből. Magyarországon ez nem történik meg, és nekünk fel kell erre hívnunk a figyelmet, nekünk erről kell beszélnünk. Tehát az én kérdéseim nem azért értem fel, hogy most itt a kormányt ostorozzam, és valamelyik pártot dicsérjem, mert szóval se dicsérem az ellenzéket, nem az a célunk nekünk, hanem az, hogy legyen párbeszéd, legyen diskurzus, és figyeljünk oda arra, hogy egyensúly legyen, és ne legyenek ilyen összeférhetetlenségek, ne történjenek ilyen dolgok meg, amik megtörténnek, hogy olyan embereket ajnározunk, olyan embereknek az emlékét ünnepeljük, miközben a holokauszt áldozatait is ünnepeljük, akik nagyon sokat tettek az áldozatok meggyilkolásáért. Csupán mi erről beszélünk, tehát a hangsúly nálunk egy kicsit más. Mi egy picit máshonnan jövünk a témába, mint ön és az ön szervezetek, akik természetesen más dolgok van, mint egy ilyen civil társaságnak, mint amelyet én képviselek. Igen. És akkor volt egy kérdése, bocsánat, amit aztán elütöttük, ez az egész migrációs dolog. Ez a migrációs dolog, igen. A Magyarországon, azt gondolom, hogy honnan induljak, de talán onnan érdemes elindulni, hogy volt egy közösségi, nem is egy, hanem kettő közösségi kerekasztal, ez negyedévente a kormány és a zsidó szervezetek leülnek, és a közös problémákat megpróbálják megbeszélni. Ugye ez alól kivétel volt az a fél év, amikor nem volt kapcsolat a kormánnyal, amikor ez a konfliktus volt, de most újból negyedévente, és ott esetenként értelmes dolgokról is tudunk beszélni. Esetenként nem, és ez nem feltétlenül a kormány hibája, ez valamikor a zsidó szervezetek hibája, mert a zsidó szervezetek egymással kezdenek el ott a párbeszédet folytatni, diskurzust és vitát. Egy ilyen fórum nem ennek a helye. Ez szokásos egyébként, igen. De mondom, hogy vannak ott hasznosok. És fontosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt két közösségi kerekasztalon, ráadásul véletlenül éppen én voltam az előadója ezeknek a témáknak, arról beszéltünk, hogy mindenféle nemzetközi jelzés alapján, a mi saját kis biztonsági szolgálatunk alapján, és nyilván a kapcsolatban vagyunk a Zsidó Világ Kongresszussal, Európai Zsidó Kongresszussal, Izrael Zsidó Kongresszussal, stb. Olyan jelzéseket kaptunk, hogy a szélsőséges iszlám terjedése miatt Európában minden zsidó intézmény biztonsági kockázati szintje megemelkedett. És ezt mi jeleztük a kormánynak már fél évvel ezelőtt, jeleztük azelőtt is egy negyed évvel, és kértünk segítséget, támogatást abban, hogy erre tudjunk reagálni, tehát nagyobb élőerős őrzést kértünk a zsinagógáinknál, amikor a zsinagógákban valamilyen ünnepség van, vagy péntek este, amikor szombatot fogadunk, tehát hogy valamilyen reakciót a kormányra, és mi magunk is megtettük azt, ami a mi felelősségünk, a saját biztonsági csapatunkat megerősítettük, felmértük, fizikai védelmet erősítettünk, stb. Most ezt csak azért meséltem el, mert ez akkor történt, amikor migrációnak a híréről nem hallottunk. Tehát nem volt még migráció. Tehát a szélsőséges iszlám volt az, ezt a kockázati szintet megemelte, és hát ugye azok az események, amik történtek Nyugat-Európában, amik nyilvánvalóan tragikusak. A migráció, amikor jött, az majd olyan derültékből a villámcsapásként jött a társadalom felé, ami egy nagy hiba egyébként, és az egyházak Magyarországon, beleértve a miénket is,
valójában, hát nem is tudom más szólni, nem szólaltunk meg, kussoltunk. Senki. Tehát nagyon sok kritikát kaptunk emiatt. Mi is, katolikusok is, de van mindegyik, hogy miért nem szólalnak meg masszívan az egyházak. Hagyj tegyem hozzá, hogy nem szólaltunk meg, de már az első migrációs hullámnál, például a mazsihisz, de a többi egyház is, már vittük le a segélyszállítmány közkére. Budapesten a keleti pályaudvarnál a segítőknek a nem tudom hány százaléka, de nagyon nagy százaléka zsidó civil volt. Tehát az egyházak kivették a részüket, hogy azok az emberek, akik idejöttek és üldözöttek, szerencsétlenek családok, azért azt lehetett látni, hogy borzasztó körülmények között igen. vannak nagyon sokan, hogy azok a lehető leghumánusabb körülmények között tudjanak úgymond emigrálni. Pont ennyi. Tehát ezt pontosan tartom, tehát hogy nem szólaltunk meg, de tettünk valamit. De miért nem szólaltunk meg? Azért nem szólaltunk meg, mert legalábbis a mi részünkről, de én azt hiszem a többi egyház is, mert egész egyszerűen nem tudtunk okosat mondani. Mert egy olyan helyzettel találtuk szembe magunkat mindnyájan, aminek a kezelésére nem volt lövésünk, nekünk egyházaknak, felekezeteknek sem, és hát láttuk, hogy egész Európának nincs megoldása. Nagyon sokan nem tudnak megszólalni, hát és nem nincs válaszunk. Igen. Tehát egész Európa, igen. És aztán utána, hát mivel mondom, nagyon sok kritikát kaptuk, próbáltuk valahogy rendszerbe rakni a dolgokat, igen. és azóta is mi ezt szoktuk mondani, hogy nekünk az a dolgunk egyházaknak, hogy aki menekülő, aki rászorult, az segíteni kell. Tehát, hogyha valaki éhezik, annak enni kell adni, ha valaki fázik, az be kell takarni. Ez a mi kompetenciánk. Igen. És nagyon fontos, hogy ettől a kompetenciától válasszuk el a probléma megoldásának a kompetenciáját, mert az a magyar kormány, az európai kormány, aki meg az Európai Unió, meg még lehet, hogy még szélesebb körül. Ez az ő kompetenciájuk. Igen. Tehát a migrációval kapcsolatban ez a problémánk. És még egyszer én azt húznám alá, hogy a kockázatot alapvetően az jelenti, hogy létezik szélsőséges iszlám. És a migrációval kapcsolatban pedig, és ezt valahol én nyilatkoztam is, és volt, aki kritizálta, hogy nagyon fontos, hogy ez egy ellenőrzött, kontrollált folyamat igen. legyen. Igen. Tehát ami működött Európában, mondhatom így, mert megjöttek Görögországba, és végigrohant, mit tudom én, 700 ezer ember egész Németországig, Svédországig, úgyhogy nem voltak megfelelően regisztrálva, senki nem tudta, hogy ki, hogy merre, stb. Ez egy nem tartható állapot. Tehát egy kontrollált, ellenőrzött folyamatnak kell lenni, nekünk az a dolgunk, hogy humánusan kezeljék ezeket. Elnökör, a mi dolgunk pedig az, hogy kontrolláltan tartsuk magunkat a határidőhöz. Önnek most egy nagyon fontos tárgyalás lesz a külügyi minisztériumban, de hát szeretném megköszönni még egyszer, hogy időt szakított ránk a sűrű programjába. Én kifejezetten hálás vagyok, hogy ilyen őszintén és barátságos hangnemben tudtunk beszélni komoly problémákról, komoly dolgokról, talán olyan témákról, amelyek megosztják az embereket. Nagyon is örömet érzek az iránt, hogy ilyen módon tudunk diskurálni egymással is, bár többször is sor kerüljön erre, és nagyon jó utat kívánok önnek a továbbiakban, és sok sikert a munkához, és jó kívánságainkat a szervezetükhöz és a Magyar Zsidóságnak szintén. Köszönöm szépen a lehetőséget, különösen azért, mert fontosnak tartom, hogy ha valaki érdeklődik Magyarország iránt, és a Magyarország ezért, akkor kapjon árnyalt és sok színű képet.